Itellel, itallal és jó hangulatban várták egymást és az érdeklődőket a Szent Lőrinci Lobby Party résztvevők. Az immár 20. alkalommal megrendezett esemény célja, hogy a Baranya megyei szervezetek a mindennapi teendőkön kívül is jobban megismerjék egymást. A Lobby Party nagyon jó ötlet, hiszen a napi robotban a felek nem mindig tudnak mélyen beszélgetni nagyon komoly ügyekről. Ugye az idő rendkívül szoros. Itt viszont az ember egy napon nagyon sok intézménnyel, céggel át tudja beszélni a problémákat, és sokkal jobb megoldásokat lehet találni. A Lafarge cementgyár munkatársai eddig minden évben részt vettek a rendezvényen, idén egy különleges céllal érkeztek Szentlőrincre. Most az idei évben a futóversennyel jöttünk ki, mi ezért lobbizunk, hogy a gyerekeknek minél több ajándékot tudjunk összegyűjteni és átadni, illetve hogy minél többen jöjjenek a rendezvényre. Hála Istennek most már közel 400 regisztrációnk van, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy mind a 3, a 4, illetve a 11 kilométeres távra is vannak. A város által szervezett esemény lényege a régi kapcsolatok ápolása mellett az ismerkedés és a kötetlen háttérbeszélgetések, melyek elősegítik a Baranya megyei gazdaság fejlődését. Ez nagyon fontos számomra, és azt gondolom, hogy a képviselőtestület és a szentlőrinciek számára is, hogy egy évben egyszer összejönnek azok a, mondhatom, hogy nyugodtan prominens személyek, cégvezetők, hivatalvezetők, vállalkozók, akik úgy gondolják, hogy leülnek az asztal mellett, és egy kötetlen beszélgetés keretébe próbálnak segíteni, és azon nem csak próbálnak, hanem tudnak is segíteni azon, hogy Baranya megye még jobban teljesítsen. Ezt segíti a Lobby Party is, ahol az önkormányzat és az államigazgatás szereplői, illetve a hatóságok képviselői találkozhatnak a helyi vállalkozások vezetőivel, így erősítve azt a kapcsolati tőkét, melyből profitálhat a megye.